Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás, ahol megtekintjük azt, hogy mi történik nálad a következő időben, különösen ami a párkapcsolatot illeti. Itt ezen a képen látható a változás. Valami változik nála, vagy valami változik nálad a következő időkben. Az lehet egy munkahelyi változás, lehet egy költözködés, az is előfordulhat, hogy ő másképp látja a dolgokat, másképp viszonyul hozzád, és lesznek változások a párkapcsolatot illetően. Az ő hátterében megjelenik ez a hamis személy. Itt a képen egy férfi látható, de a kártyáknak mindig van szimbolikus jelentése is. Ez a hamisság, ez a hamis személy lehet egy nő is. Mivel ő nagyon sokat töpreng, ez a hamisság utalhat az ő gondolataira, hogy vannak nála ilyen negatív gondolatok. Ó, ebből úgysem lesz semmi, nekem ez nem sikerül. De ennek ellenére van még valami a háttérben, ahol vannak viták, veszekedések, nézeteltérések. Én úgy érzem, ez a munkájával, a munkahelyével áll összefüggésben. Ő kapott egy hírt, ez nem valami jó, hiszen ezért töpreng valami felett, tehát egy rossz hír, vagy egy előnytelen szerződés. Ez összefüggésben áll a munkájával, vagy az otthonával, hiszen itt ez a kép jelenti az ő otthonát, vagy a családját. Ez a ház, ez lehet egy ingatlan is, és ebben az esetben ez a levél utal egy bizonyos szerződésre. Mivel itt vannak nála gondok, vannak nála problémák, ezt neki meg kell oldania. És itt lesznek most a változások. Ami számára fontos, az a biztonság érzete és az otthona. Ott is ki akar alakítani valamit. A képen ő látható itt, és ha te egy hölgy vagy, akkor ott vagy mellette. És neki szüksége van rád. Keresi veled a kapcsolatot. Itt látható a barátság, tehát barátilag közeledik hozzád, vagy barátságos veled, de ez a kártya jelenti a hűséget és a szerelmet is. Mivel nála vannak problémák a családban, problémák a munkahelyén, volt egy rossz hír, vagy egy előnytelen szerződés, valamit szeretne változtatni a helyzetén, de nem tudja, hogyan tovább. És mivel fontos számára a biztonság érzete, így közeledik hozzád, hiszen te adod számára a nyugalmat. Te segítesz neki. Itt nem anyagiakra gondolok, hanem segítesz, mert meghallgatod őt, vagy van egy jó tanács, ami segít neki ezekben a helyzetekben, hiszen valamit szeretne megváltoztatni az életében. Itt vannak kihívások, ezeket meg kell oldania. És te ott vagy mellette, és neki szüksége van rád. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel.